Hazám iránti hű szeretetemet és buzgalmamat soha semmi meg nem tántoríthatja. Ezeket a szavakat Répási Mihály honvédtábornoktól idézte Áder János ünnepi beszédében Kemecsén. Az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban Répási kitűnt bátorságával és páratlan képességeivel. 1849-ben azonban őt is elérte a kolera járvány, és július 30-án Szegeden elhunyt. A tábornok szülőhelyén, Kemecsén róla is megemlékezett az államfő az aradi vértanúk mártír halálának évfordulóján. Akkor még senki sem tudhatta, hogy pár napon belül Dembinszky harc nélkül feladja Szegedet, és Szőregnél vereséget szenved Hajnautól. Senki sem tudta, hogy Görgei alig két hét múlva világos mellett a szőlősi síkon az egyetlen lehetséges, józan döntést meghozva, leteszi a fegyvert a hatalmassá duzzadt túlerővel szemben. Azt pedig még kevésbé gondolhatta bárki a szegedi temetőkertben, hogy néma siratók el nem mondott gyászbeszédek napjai közelegnek. Hogy Aradon a magyar honvédsereg tisztjeit és szerte az országban honvédek és civilek százait küldik kivégző osztag elé, vagy bitófára a megtorló hatalom. Szegeden még nem a magyar szabadságot temették, csak annak hű fiát, Répási Mihályt. A szabadságharc leverése után 12 magyar tábornok és egy ezredes mártír halált halt Aradon. A vértanú kultusza már a kivégzés napján elkezdődött. Már egy-két órával a kivégzéseket követően tömegekben zarándokoltak annak helyére a gyászolók. Magyarországon mindenütt, minden március 15-én és minden október 6-án ki kell mondani. Az aradi 13, Batthyány Lajos, Répási Mihály és még nagyon sokak áldozata nem volt hiába való. Későbbi nemzedékek magyarjaiban az ő példájuk, hűségük erősítette az elszánást és a hitet, hogy a szabadság pótolhatatlan érték. Ragaszkodnunk kell hozzá, mert a haza minden előtt. A magyarok 1848-1849-es szabadságvágya olyan erős alapra épült, amelyet egyetlen kor sem tudott lerombolni később sem, emelte ki ünnepi beszédében Áder János köztársasági elnök.